Milyen feladatok tartoznak, vagy tartozhatnak ide? Ez tényleg fontos elmondani, hogy itt nem programozói, nem honlapfejlesztői és nem grafikai munkáról beszélünk, tehát mindenképpen egyszerű honlapról, vagy, vagy jóval egyszerűbb honlapokról, de adott esetben egy, egy normál blokként üzemelő Honlap, adott esetben egy egyszerűbb webáruház, néhány megrendelő oldala rendelkező honlap, az simán belefér ebbe a kategóriába, hogy nem kell hozzá különösebb szakismeret ma már, hogy valaki össze tudja rakni. Ja, lehet egyrészt a WordPressnek a telepítése. Talán az összes közül ez a leginkább technikai munka, ez az, ami a legkevésbé illik bele klasszikusan a virtuális asszisztensi feladatokba, de ehhez sem kell különösebben semmihez érteni, nagyon egyszerűen lehet ma már egy WordPress telepíteni, hogyha hajlandó vagy ezt megtanulni, akkor ezt ugyanúgy te magad meg fogod tudni csinálni az ügyfelednek. Beletartozik, beletartozhat egy egyszerűbb WordPress honlapnak az összerakása, itt összerakás alatt azt értem, hogy, hogy a nulláról föltelepített WordPress-ből egy működő honlap lesz. Beletartozhat, és ez már inkább maga a karbantartás, egy létező honlap esetében a tartalomnak, a cikkeknek, az oldalsávnak a frissítése. Itt ugye nem szövegírói feladatokról beszélünk, mint asszisztensi feladat, hanem mondjuk arról, hogy valaki leadott egy szöveget, és ezt asszisztensként te fölteszed, publikálod. Beszélhetünk arról, hogy mondjuk egy új bannert ki kell tenni, mert mondjuk, mondjuk nálunk akkor konkrétan ez a példa, hogy minden héten van egy új akció, ehhez elkészítünk egy bannert, és ezt a bannert kitesszük a honlapra. Ez abszolút lehet egy virtuális asszisztensi szintű feladat. Lehetséges, hogy az oldalsávban kell bizonyos dolgokat frissíteni, ez is abszolút ide tartozhat. Az utolsó, ami szintén egy picit a fejlesztői oldal felé megy, ez a WordPressnek a frissítése. Ugye erről azt kell tudni, hogy alap esetben ez tényleg néhány gombnak a megnyomása, tehát semmiféle fejlesztői ismeretet vagy fejlesztői hozzáállást nem igényel. Amit itt, hogyha ezt asszisztensként csinálod, érdemes tudni, hogy nem árt, hogyha van legalább egy fejlesztő kontakt. Száz 100 esetből, ezer esetből egyszer lehet, hogy ez a dolog félremegy, vagy félre sikerül, akkor nem árt, hogyha az ember tudja, hogy kit keressen meg, de ugye alapvetően ez egy asszisztensi hozzáállás, hogy nem feltétlenül nekünk kell mindent megcsinálni, de tudjuk, hogy egy konkrét helyzetben, amit már asszisztensként nem tudunk megcsinálni, vagy egy veszélyhelyzetben, mint mondjuk amikor egy WordPress frissítés félremegy, akkor tudjuk, hogy kihez forduljunk. ezek azok a feladatok, amiket asszisztensként, virtuális asszisztensként el tudunk végezni, el tudsz végezni, mint WordPress. Hát ugye ez részben karbantartás, részben készítés. Amit fontos ezzel megjegyeznem így utolsó pontként, hogy ha ezt csinálod, ez nem helyettesíti a fejlesztői webmesteri feladatokat. Ugye itt direkt hangsúlyozom is, hogy nem olyan típusú munkáról van szó, tehát ez egy asszisztensi munka. Mindenképpen érdemes a feladatokat szétszedni. Nem kell ahhoz az ügyfélnek sem drága szakembereket, programozót, honlapfejlesztőt megbízni, hogy egy egyszerűbb honlapot összerakjon. Te is meg tudsz csinálni, karban tudsz tartani egy egyszerűbb honlapot, anélkül, hogy bármilyen ilyen irányú szakismereted lenne, viszont lehet az a pont, és ezt látni kell, és akkor nyilván szakemberhez szakértősz kell fordulni, amikor ez már kevés.